Bár 20 tanút idéztek meg a mai tárgyalásra, alig voltak a teremben a nyíregyházi törvényszéken. A vádlottakat saját kérésükre nem mutathatjuk. Az ügy 2010-ben kezdődött, akkor kezdett nyomozni a NAVA Vasvári Baromfi Kft. Ellen. A vádirat szerint a cég ügyvezetője az elsőrendű vádlott, aki nem jelent meg a tárgyaláson, és főkönyvelője a másodrendű vádlott megállapodott a harmad és negyedrendű vádlott cégével arról, hogy azt címlelve, hogy unión belül exportálják termékeiket, azt átadják a cégnek, hogy azok azt belföldön értékesítsék. Így az áfát a vádirat szerint jogosulatlanul tudták visszaigényelni. A gyanú szerint 1 milliárd forinttal károsították meg az államot. Fintor Nóra bíró ma többek között a Vasvári Baromfi Kft. Korábbi közgazdászát hallgatta meg, aki a számlákat ellenőrizte. A bíró felolvasta a nő korábbi vallomását is. A Vasvári Baromfi Kft. Részére a Transit Húsker Kft. Adta el az élő sertést, azt nem tudom megmondani, hogy honnan érkezett az. Kérdésre elmondom, hogy a Dobhús Kft., illetve a Vasvári Baromfi Kft. Valamennyibe jövő számláit én ellenőriztem. A tárgyaláson szóba került a Transit Húsker Kft. Is, amely cég a NAV 2015. januári szégyenlistáján az első helyen volt, 6,5 milliárd forintos adótartozással. Sajtóhírek szerint a cég egyik tulajdonosa, az a V. Zoltán volt, aki harmadrendű vádlottként ma szintén nem jelent meg a tárgyaláson. Orvosi igazolással akarta kimenteni magát, de ezt a bíróság nem fogadta el, védője fellebbezett. A 2013-ban kezdődött per tanú meghallgatásokkal folytatódik. A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó folytatólagosan üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntettét a BTK 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti.